Üdvözlök mindenkit a csatornámon, elérkeztünk a Hello Week utolsó napjához, ahol megint egy körmöt fogunk elkészíteni, és valószínűleg, hogy a címből és vagy az indexképről láttátok, hogy egy Rick és Morty-s körmöt terveztem. Instán kérdeztelek titeket, hogy milyen sorozat inspirálta a körmöt, de szerintem senki nem találta el. Nem volt egyszerű, én se gondoltam volna rá, viszont ha a leírásba megnézitek, egy nagyon-nagyon tehetséges amerikai körmöstől lestem el ezt a mintát, és mindenképpen meg szerettem volna csinálni, úgyhogy ezt fogjátok látni ebben a videóban. Képernyőn láthatjátok, hogy a körmeim elő vannak készítve, előkészítő folyadékot is felvittem már rájuk, és itt van az a sablon, amit fogunk használni, ez egy Pearl Nails-es sablon, ami a Megaform névre hallgat, és ha egészen őszinte akarok lenni, akkor nagyon-nagyon tetszik. Valószínű, hogyha nem fogok ilyen hosszú körmöket csinálni, akkor is használni fogom, ugyanis nagyon-nagyon bejött. A körmök építésénél lesz több olyan részlet, amit valószínű, hogy nem fogtok pontosan látni, ugyanis nagyon-nagyon nehéz volt úgy tartani a kezemet, hogy lássátok, hogy mit csinálok, és fókuszba is legyen, illetve jól is csináljam azt, amit csinálok, és én is lássam. Viszont ígérem, hogy a díszítést azt totálisan végig látni fogjátok. A képről valószínű láttátok már, de még nem mondtam, hogy extrém hosszú körmöt fogok csinálni, soha nem volt még ilyen hosszú körmöm, nem is tervezek soha ilyen hosszú körmöt hordani, ugyanis nem kifejezetten tetszik már ez ahhoz, de ahhoz, hogy a mintát meg tudjam csinálni, muszáj volt minél hosszabb körmöt csinálnom, hogy legyen helyem hova díszíteni. A kis ujjamon, illetve a mutató ujjamon stilettó formát fogunk csinálni, a többi ujjamon pedig egy kocka forma fog helyet kapni. És a kis ujjamnál az eredeti elképzelés az az lett volna, hogy szóró cukrot tegyek a körmömbe, viszont nyilván nem sikerült időben ezt elintézni, úgyhogy hogy legyen szóró cukrom, úgyhogy utolsó utáni pillanatban dunakavicsot tudtam beszerezni, ami egy kicsit színes és talán cukornak néz ki, úgyhogy a porcelánpor tetejében azt láthatjátok, ahogy egy kevés porcelánpor be van keverve dunakavics törmelékkel. Tudom, hogy nagyon furán hangzik, de szerintem végeredményben egyébként elég jó lett. Egy kicsit örültem volna, hogyha színesebb, de így se volt rossz. Első lépésben látjátok, hogy elkezdem megcsinálni a körömnek a formáját. Majdnem minden körömnél így csináltam, hogy először átlátszó porcelánporral megcsináltam az alapformát, utána pedig felvittem a színt rá. Totálisan nincs fókuszba az egész, emiatt elnézést kérek, viszont szerettem volna egy kicsit mégis benne hagyni, hogy nagyjából lássátok, hogy mit csinálok, és pár mondatba el tudjam nektek mondani. A kis ujjam, a mutató ujjam és a hüvelyk ujjam elsőre olyan tökéletesen sikerült, hogy azt elmondani nem tudom. Fantasztikus forma, alig kellett reszelnem rajta, nagyon-nagyon szépen vittem fel mindent. Viszont a gyűrűs és a középső ujjam az valami katasztrófa lett, úgyhogy ha lehetne, azt meg sem mutatnám inkább, de emberek vagyunk és hibázunk, úgyhogy azt is meg fogjátok tudni nézni. Ahogy látjátok, a kis ujjamon elkészült a forma, minden irányból megmutatom, gyönyörű, fantasztikus lett, úgyhogy erre nagyon-nagyon büszke vagyok. Nem hittem egyébként, hogy fog sikerülni ilyen hosszú körmöt ilyen szépen megcsinálni. Azt hittem, hogy az összes úgy fog kinézni, mint a gyűrűs és a középső ujjam. Úgyhogy nézzük is meg, hogy mit sikerült alkotni. Az első dolog, ami nagyon-nagyon rossz döntés volt, AliExpress-es zöld porcelánport használtam, amit ugye tegnap is elmondtam nektek, hogy az egyik legrosszabb szín az összes közül, viszont nagyon szükségem volt erre a zöldre, de azon kívül egyébként, hogy felvitelében nem túl szép, és igazából egy csomó helyen foltos lett, és nem úgy fedett, ahogy kellett volna, mivel nem lehet szinte felvenni a kis tartójából, a kis tégelyből, hát nem is lett elég, úgyhogy sajnos lett egy lyuk a köröm és a sablon találkozásánál. Ezt nem sokára látni fogjátok, viszont szerencsére később el fogja majd takarni a minta, úgyhogy utólag nem idegeskedek túl sokat rajta, de azért bántott, hogy nem sikerült megcsinálni olyanra, amilyenre szerettem volna.
Ahogy látjátok, miután végeztem a szín felvételével, felviszek egy réteg átlátszót, amit ugye tegnap is mondtam, hogy ha igazi körben csinálnánk, akkor ezzel építjük meg a körömnek magának a formáját, a magasságot, a töréspontokat ezzel erősítjük meg, úgyhogy ezt láthatjátok a gyűrűs ujjamon is. Ezután pedig elkezdem megépíteni a középső ujjamon is magát a formát átlátszó porcelánporral, ami egyébként önmagába véve nem sikerült túl rosszul, viszont ezután jött a másik problémám, amit ugye mondtam nektek a színes porcelánporokkal. Elkezdtem felvinni a narancssárga porcelánport, és egy kicsit szerintem túl vastagon vittem fel, ugyanis a formánkat egy kicsit eldeformáltam vele, amit utólag tudtam egyébként javítani, viszont akkor ott nem voltam elégedett a végeredménnyel. Ezután pedig jöhetett a mutató ujjunk, ahova szerettem volna azt a zöldet használni, amit a gyűrűs ujjamra, de ugye mondtam már nektek, hogy sajnos menet közben elfogyott, úgyhogy egy kicsit sötétebb zöldet kellett használnom hozzá. Nem vagyok benne biztos egyébként, hogy mi ez, ami a gyűrűs ujjamon van, de egy kicsit összemosott, ilyen spirálos, nem is tudom, hogy milyen hatást szerettem volna kelteni vele. Az eredeti szetten sokkal-sokkal jobban néz ki, viszont nem fordítottam rá sajnos elég időt, hogy utána járjak, hogy hogy is volt ez a technika elkészítve. Összképileg nem lett rossz, de talán ez a leggyengébb köröm az összes közül. Látjátok itt is, ahogy végeztem a színnek a felvitelével, elkezdem felvinni az átlátszó réteget is, és amikor azzal is végeztem, megyünk a következő körömre. Ahol megint csak sikerült egy nem túl előnyös hibát vétenem. Elkezdtem megépíteni a körmöt megint csak átlátszó porcelánporral, ami egyébként egészen jól ment, utána viszont csillámot szerettem volna használni. Ennek a körömnek is szórócukorral kellett volna elkészülnie, esetünkben dunakavicssal, viszont egyébként is kevés volt belőle, és egy kicsit macerás is volt felvinni, úgyhogy arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha csillámos körmöt csinálnánk ide. És elkezdtem felvinni a csillámokat, és a fejemben ez úgy nézett ki, hogy egy nagyon kevés fekete csillámport is fel szeretnék tenni valahova, hogy egy kicsit olyan fekete lyukos hatást keltsen, olyan misztikus legyen, és a fejemben jól nézett ki, hát végeredményben nagyon nem nézett ki jól szerintem, ahogy felvittem, úgyhogy aztán több helyre nem is tettem belőle, de mondom megint csak, összképileg egyébként nem néz ki rosszul. Természetesen, ahogy a csillámpor felvitelével végeztem, ezt a körmöt is befettem átlátszó porcelánporral, és itt láthatjátok, ahogy meg is mutatom, hogy hogy néz ki a végeredmény. Ezután nagyon-nagyon röviden és szimpadiasan megmutatom nektek, hogy hogy fogom megreszelni a körmöket, viszont ilyen hosszal, ilyen kéztartásban sajnos nem tudtam reszelni, próbálgattam, hogy meg tudnám-e csinálni úgy, hogy ti is lássatok mindent, de szükségem volt több oldalról is tartásra, hogy a körmöket ne húzzam meg sehol, és ne okozzak saját magamnak fájdalmat vele. Természetesen a körömágyi részt
csiszológéppel reszeltem meg, illetve ahol úgy éreztem, hogy feleslegesen sok anyag van, ott csiszológéppel átmentem azokon a részeken akár többször is, hogy le tudjam reszelni a túl sok anyagot. Ezután pedig körömreszelővel reszeltem tökéletesre a formát, amit, hogyha mondhatom, akkor szerintem nagyon-nagyon jól sikerült. Itt láthatjátok ezen a klippen, hogy mi lett az eredménye a reszelésnek, és hogy mi lesz az a forma, amivel véglegesen dolgozni fogunk. Ezután természetesen elmentem kezet mosni, hogy tökéletesen portalanítsam a körmömet, majd elővettem egy grafit ceruzát, és elkezdtem felvázolni, hogy mit is szeretnék valóban rajzolni a körmömre. Az eredeti körmön egyébként Mortinak a feje felül sokkal kisebb részen látszik, és én szerettem volna egy kis hajat rakni neki, mert nem nézett ki úgy, mintha Morty lenne, inkább egy piros holdnak tűnik, vagy valami ilyesmi. Viszont utólag a nagy kapkodásban elfelejtettem hajat rajzolni neki, úgyhogy az én Mortim még nagyobb holdnak tűnik, mint az eredeti szetten. De a lényeg az, hogy nagyon-nagyon nagyjából elkezdem felvázolni a dolgokat, hogyha kell, akkor letörlöm, újra rajzolom, helyezgetem, formázgatom, egészen addig, míg teljesen elégedett nem vagyok az összképpel. Felrajzoltam Morty alá Ricket is természetesen, és az eredeti szetten, nem is tudom már, hogy ki van a kisújon, viszont én, mint a kedvenc figurámat, Mr. Csicskát szerettem volna felhelyezni a kisújjamra. Akármikor ránézek, nevetnem kell, imádom ezt a körmöt, szerintem fantasztikus lett. Úgyhogy miután Mr. Csicska vázlatát megcsináltam, elkezdem a hüvelyk ujjamra felírni a Rick és Mortyt, ugyanis a hüvelyk ujjamon nem minta, nem egy figura lesz, hanem írás. Nem tudom egyébként, hogy mennyire látjátok magát a grafitot, ahogy írok a körömre, ugyanis csillan is, meg egyébként is nagyon világos, de szerettem volna, hogyha látjátok ezt a részt is. Ezután pedig elkezdem meghúzni a körvonalakat, elkezdem használni az alapszíneket, és kitöltöm a nagyobb felületeket vele. Elsőnek Mortinak a fejét kezdtem el kitölteni, és itt is láthatjátok egyébként, amit mondtam, hogy nem fed annyira ez az akril festék, mint amennyire szeretném, ugyanis látjátok, hogy a narancssárgán és a zöldön teljesen más, hogy adja vissza magát a szín. Természetesen ezt utólag több réteggel tudtam javítani, viszont nem pont olyan, mint ahogy szerettem volna. Ezután kitöltöm Mr. Csicskát is egy kék, inkább mondom azt, hogy világos kék színnel. Mortinak a pirosa az egy alapszín, az benne van a készletben, Ricknek a színét viszont több kékből, fehérből és egy kevés zöldből kellett kikevernem, hogy tökéletes legyen. És ahogy láthatjátok, Ricknek a haját elkezdtem egy alap rózsaszínnel megcsinálni, ami benne volt a szetben. Ezt két rétegben húztam át, hogyha jól emlékszem, viszont mindig ahogy megszáradt, túl sötét lett, úgyhogy végül kevertem hozzá egy kis fehéret, és azzal a színnel tudtam tökéletesíteni magát a rózsaszínt.
és megint csak egy kevert kékes, zöldes, türkizes színnel elkezdtem felírni a Ricket és a Mortyt, aminek annyi volt a lényege igazából, hogy a Rick és Morty-nak a betűtípusát próbáltam ugyanúgy utánozni, mint az eredeti szetten látható. És ez volt az a köröm, amit teljesen a legvégére hagytam, ugyanis ezen már csak két körvonalazást kellett megcsinálni, miután felírtuk az alapszíneket. Ahogy mondtam már nektek, nem kifejezetten tetszett a mutató új, úgyhogy azon próbáltam egy picit javítgatni, nem biztos, hogy sikerült, egy kis citromsárgát, illetve egy kis lilát tettem még fel pluszban. Itt láthatjátok, ahogy a rózsaszín szint elkezdem felvinni. Itt láthatjátok, ahogy az újra kevert rózsaszín szint elkezdem felvinni Ricknek a hajába. És itt láthatjátok, ahogy Bence benyúlt, ugyanis megint itt volt velem, és szeretett volna ő is egy kis mintát a körmére, úgyhogy kapott tőlem egy nagyon-nagyon cuki szívecskét. Mortynak a szemeit is kitöltöttem, és ezután igazából elkezdtem az aprólékos munkát, ugyanis a nagy felületek már majdnem mind ki voltak töltve. Megcsináltam Mr. Csicskának a lézer szemeit, megkapta a szemöldökét, száját, állát és a körvonalait is, és amikor a körvonalakkal is készen voltam, akkor igazából a kis ujjamra azt mondhattam, hogy teljesen kész van. Úgyhogy átmentem a két középső ujjamra, és elkezdtem a vonalmunkát megcsinálni. Kitöltöttem Ricknek a száját, szemét. És elkezdtem csinálni Mortynak is a szemét. Az egyik szem az egy rendes szem, a másik az pedig egy ilyen spirálos, kicsit transzban lévő szemre hasonlít. Elkezdtem megcsinálni a ráncokat, illetve árnyékokat a szeme körül, elkezdtem kitölteni a szájat, megcsináltam az orrot is, és egy nagyon picit árnyékoltam is. Az árnyékolást nagyon egyszerűen úgy csináltam meg, hogy sokkal-sokkal vizesebbre csináltam a festéket, mint a vonalmunkához, és alapvetően, ahol szerettem volna, hogy árnyék legyen, oda vittem fel ebből a nagyon felvizezett színből. Ricknek egyébként ezen a körmön annyi lesz az extrém része, hogy konkrétan mindene folyik el, úgy a haja, mint a bőre is. Úgyhogy ezeket a cseppeket berajzolgattam az egész figurára, és miután ezzel kész voltam, a szemöldökét is kiegészítettem, illetve kitöltöttem olyanra, amilyenre szerettem volna. Ha jól látom, akkor itt egyébként már Ricknek a haját is beárnyékoltam. Ezután, amikor ezzel is kész voltam,
áttérhettünk a hüvelykujjamra, ami ugye az írásos köröm, és egy kicsit neonosabb, világosabb zölddel elkezdtem körvonalazni a türkiz színt. A fekete körvonalazást nem vettem fel, ugyanis ahhoz nagyon-nagyon közel kellett hajolnom, és nagyon vékonyan szerettem volna megcsinálni. Majd elkezdtem a feliratos körmömet is körvonalazni. És sajnos egyetlen egy valami nincsen felvéve egyáltalán, ugyanis nagyon-nagyon szőke és fáradt voltam tegnap már, amikor ezt csináltam. A körvonalazás nincs meg, de majd látni fogjátok a közelieken, meg a képeken is. Nagyon-nagyon egyszerűen mindent, ami konkrét forma volt a két középső ujjamon, körvonalaztam feketével. Nagyon egyszerűen, semmi nem volt benne, de mindent körvonalaznom kellett, hogy egy kicsit animációsabbnak tűnjön. A hüvelykujjamra fényes fedőlakkot vittem fel, a mutató ujjamra is. A két középső ujjamra matt fedőlak került fel, és a kis ujjam Mr. Csicska ujja az, amin a háttér fényes fedőlakot kapott, maga Mr. Csicska pedig mattot. Amit nagyon egyszerűen csináltam meg, ugyanis elővettem egy kisebb ecsetet, azt hiszem pont azt, amivel árnyékoltam, és külön töltöttem ki a két részt. Nem vettem észre, de a kis ujjamon egyébként van egy véletlen fekete csík, ami hogyha egészen szemből nézem nem látszik, viszont ha egy picit oldalra fordítom, akkor igen, de én most elnevezem ezt a szerencse csíkomnak. Minden körmömet kétszer köttettem másfél percig, hogyha jól emlékszem rá, és így néz ki a végeredmény. Ez az idei Hello Week utolsó körme. Nem tudom, hogy mit szóltok hozzá, soha nem csináltam még ilyet. Nagyon-nagyon tetszik. Nagyon szeretnék egyébként még ilyen kreatív körmöket csinálni. Elképesztően élveztem. Nagyon várom a véleményeket a komment részlegbe. Hogyha esetleg van ötletetek, hogy milyen animációt vagy sorozatot kellene következőleg a körmömre festeni, akkor azoknak is nagyon örülnék, hogyha leírnátok. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok egész héten. Hogyha valamelyik videót kihagytátok volna, akkor csekkoljátok le őket, minden fent van a csatornámon. Látogassatok el a többi közösségi média platformomra is. Mindenhol végigkövettem az egész Hello Week-et, és nagyon-nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok, a következő videómban találkozunk. Sziasztok!